Nézzük meg, hogy hogyan lehet egy VDO Siemens 2-es generációjú, 2-es verziójú, azaz a legújabb tahográfan tevékenységet visszaírni. Először is beállítom a videót szépen az elejére, és megnézzük, hogy hogyan történik a kártya behelyezéstől a tevékenység visszaírása. A videót azt bizonyos helyeken meg fogom állítani, ahol egy picit több magyarázat szükséges, hogy át lehessen beszélni, mert a videó maga az egy folyamat, folyamatban lett rögzítve, hogy végig megtörténik például itt a visszaírás, de néha hosszabb magyarázat szükséges hozzá. Na nézzük akkor, behelyezzük a kártyát, ugye csippel előre és fölfelé, és rögtön elkezdi beolvasni, megjelenik a gépkocsi vezetőnek a neve, helyi idő, a UTC idő is, rögtön megjelenik az utolsó kivétel ideje, ami nagyon-nagyon fontos lesz majd, majd mindjárt meg is látjuk a következő képen, hogy miért. Na most itt megállítottam egy pillanatra a videót, a kézi adatbeadás kérdés megjelenik, igen vagy nem. Ez egy fontos kérdés, mert ha itt azt választom, hogy nem, akkor az utolsó kivétel és a mostani kártya behelyezés ideje között eltelt időszak igazolatlan marad nekem. Erre természetesen lehetnek okok, hogy valaki azt igazolatlanul hagyja, sőt létezik olyan menüpont is majd meg fogom mutatni, arról külön videó születik majd, hogy hogyan kell igazolatlant, idézőjelben mondom, igazolatlant vissza beállítani, visszamenőlegesen itt a, a kézi adatbeadásba. Ennek vannak különböző okai, erről külön videóban fogok beszélni, de ezt tudni kell, hogyha itt valaki nemet nyom, akkor azt az időszakot igazolatlanul hagyja. Jó, tehát mi most itt rá fogunk nyomni, nyilakkal átmegyünk szépen az igenre, és utána ezt leokézzük, és a fölső sorban rögtön meg is jelenik az a kártya utolsó kivét ideje, az alsó sorban pedig tökéletesen látjuk a jelenlegi időt, és a kettő között keres ő ö, nekünk tevékenységet. Nyilván ott nincs adat, ezért oda szeretné, ha valamilyen adatot beadnánk. Természetesen, ha valaki mondjuk végig pihent ezt az időszakot, akkor itt csak végig nyomkodja a tevékenységet, beállítja ágyikóra, ugye az lesz a pihenőidő, ami lehet hogy a vezetésközi szünet, vagy pedig pihenőidő, akár napi, heti pihenőidő is, és a dátumot, hónapot, az évet, órát, percet, az csak végig kattingatja, és utána lerögzíti ezt a történetet, majd én nem egy tevékenységet szeretnék beállítani, azért mondom, hogy ha valaki egy tevékenységet akar beállítani, akkor ezt itt beállítja az ágyikót, a többi időpontot végig okézza, és akkor utána ezt lerögzíti. Itt most pont azért, hogyha valaki több tevékenységet akar beadni, akkor meg fogom mutatni azt, hogy ezt hogyan kell. Tehát két részre fogjuk bontani ezt az időszakot, hogy lássátok, hogyan kell ezt csinálni. Először is be kell állítani a tevékenységet ami ugye lehet akár pihenő, vezetés, szünet, vagy ugye az előző a kis négyzet áthúzva, az készenléti idő, kalapács, a munkaidő, illetve lehet a kérdőjel, erről fogok külön videóban beszélni, mert a kérdőjel az sok mindenre jó, például kártyacserénél lehet ez nagyon hasznos, amikor is a régi digitális kártya lejár, és az újjal kell tovább menni, de már nekem le van igazolva a régi kártya által szépen az időm, míg az új kártya nem tud semmit, tehát mit kell és hogyan beállítani erről egy külön videó szól. Aztán itt be lehet állítani még tevékenysége közé a célországot is, ha valaki célországot, kezdőországot is, úgyhogy ennyi itt a tevékenységek sora. Természetesen most pihenőt állítunk vissza, úgyhogy ágyon hagyom be. Másodikára, ugye mert itt változtatni lehet a napot, aztán a következő lesz, ami villogni fog nekünk, az majd a, a hónap lesz, tehát hogyha ad lehetőséget, vagy van az idő intervallumban lehetőség visszaállítani hónapot, akkor visszaengedi állítani. Nyilván, ha nem lenne itt ekkora mozgásterünk az időbe, akkor automatikusan azt a tahográt nem engedi visszaállítani. Itt az évet lehet beállítani, és természetesen a következőkben pedig az órát és majd a percet lehet állítgatni. És most, hogyha tovább megyünk az órára, akkor el fogjuk tekergetni az időt, pont azért, hogy megmutassam, hogyan szedjük két részre ezt a történetet. A percet pedig nullázuk, és 12 óráig fogok pihenőt beállítani, tehát január másodikáig 12 óráig pihenőt állítok be. Leokézom, és abban a szent órásban, ahogy leokéztam, hogy én addig már akkor igazolok tevékenységet, fölugrik ez a dátum és idősor, és azt mondja nekem, hogy jó, akkor idáig adtál valamit, akkor nézzük, hogy a maradékban mit szeretnél még beállítani. Mert nyilván 12-től 13 óra 58-ig még mindig van igazolatlan időszakod, ide beadtuk ugye a pihenőt, és most megint lehet valami mást beállítani erre az időszakra maradt 1 óra 58 percet, amit még igazolnod kell. Jó, megint kezdődik előről a Berkeley. szépen ki lehet választani, hogy melyik tevékenységet, most állítsunk be mondjuk munkaidőt, Dolgozzunk és egy kicsit néha. És annyit csinálok, ezt rögtön látjátok, most megállítom a videót, hogy itt már nem is enged dátumot visszaengedni. Láttátok, hogy leokézódott, szépen leokéztem a kalapácsot, rögtön órára ugrották. Miért? Azért, mert egyszer eddig a dátumig már lelettem fedve. Na most, hogyha egyszer ott már igazol van, ő nem fogja engedni, külön-külön egyébként a dátumot sem, meg az időt sem visszább tekerni egy olyanra, ami már igazolva lett. Ezért tehát, mivel ezen a dátumon nem lehet visszábbállítani, mert odáig már felső sorba látni, hogy már igazolva van, időszak rögtön átugorja, ezért mondom csak el, hogy lassan nyomkodjátok az oké OK gombot, ne számítsatok arra, hogy át kell ugrani itt ezt a három funkciót, illetve ezt a három adatot, hanem ő egyből átugrik, majd az órára nem kell meglepődni, és az órán most már nem fogok tekergetni semmit, így hagyom a mostani időponton, így szedtem szét két részre ezt a történetet, a percen még lehetne változtatni, de ezt is úgy hagyjuk, még azt is megvillogtatja. És rögtön a következő menüpontra visz át, tehát ha leokézod, akkor ott lefetted a teljes időszakot, tehát nincs több igazolatlan időszak, a következő, az pedig rögtön a kezdő ország beadása, ami jelenleg Magyarország, úgy hagyjuk, a következő menüpontban pedig utoljára még megkérdezi, hogy elfogadod-e ezt a bevitelt, ezt az adatmennyiséget, amin itt végigmentél. Na most, arra kell vigyázni, hogy ha valami még nem tetszik esetleg, vagy meggondoltad magad, na ez az a pont, ahol még változtathatsz. Ha itt lenyomjuk az igent, onnantól kezdve a tavográf berögzítette a történetet, ha nem remész, akkor még vissza tudsz kullogni, és még állítgatni, amit csak szeretnél. De ha itt lenyomod az igent, akkor vége a történetnek, mert ki fogja neked írni, hogy tárolja szépen ezeket a, vezet, ö, ezeket a beviteleket is, vezetésre kész állapotot dob föl, és a tahográfnak visszaadja az alap kijelzőjét, ahol is láthatod, hogy akkor megtörtént minden, aminek meg kell történnie. Jó, tehát ami még fontos, hogy amikor ilyen visszaírást végeztek, akkor nagyon figyeljetek oda a tahográfra, és csak ezzel foglalkozzatok, Miért mondom ezt? Mert inaktivitás miatt a tahográf kilép ebből a menüből automatikusan, és igazolatlanul hagyja ezt az időszakot. Jó, tehát ott, ha gondolkodsz rajta, hogy úristen, mikor is, hova szeretnék mit állítani, ha nem nyomkodod a tahográfot, legalább akkor nyomkod legalább az időt, vagy a tevékenységet változtasd, mert ha inaktív maradsz, akkor egy a rövid időszak után ki fog téged dobni a tahográf, visszateszi a vezetésre kész állapotot, és az időszakot, amit szerettél volna igazolni, azt igazolatlanul fogja hagyni.